Gyuri, régen találkoztunk, de hát ugye említettem, hogy te is a Pázmány keretei között edzettél erre a feladatra. Mennyire volt neked ismeretlen ez a terep, amit fordítóként bevállaltál? Nem árulok el titkot, legalábbis neked, nem is talán még. Legalább egy vagy két ember itt a közönség sorában, aki tudja, hogy én Richard Rortival foglalkoztam, a doktorimat belőle írtam. És Rortinak van egy magyarul is hozzáférhető könyve, az Esetlegesség, irónia és szolidaritás, amit annyiból érdemes ide citálni, hogy Rorty szintén amerikai filozófus, abban a könyvében egy sajátos hozzáállást alakít ki bizonyos irodalmi művekhez. Főleg úgy találkoztam Nussbaummal, hogy nála is volt egyfajta hogy Rortyban és Nussbaumban közös lehet egyfajta szabályvezérelt, absztrakt morálfilozófiával szembeni hadakozás, aminek az egyik eszköze az irodalmi művekhez való, mondjuk egyfajta sajátos érzékenységek iránt való közelítés. Amikor a kiadótól felkérést kaptam arra, hogy legyek a magyar Ittolán Nussbaumnak, én úgy éreztem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy gyakorlatilag őt én vezethetem így be a magyar köztudatba. Jelent meg ugyan cikkfordítás Nussbaumtól, de teljes könyv még nem volt. Így van, csak úgy, mint Iris Murdochnál, és az is összekapcsolja a két szerzőt, hogy amint említetted, a filozófiai érzékenységük a művészetek felé, és különös tekintettel az irodalom felé fordult, tehát hogy a filozófia és az irodalom filozófiája érdekli őket, és ugye hát ebben a kötetben is előjön ez a téma. Visszatérve erre az irodalmi érzékenységre, ami ugye valószínűleg azért is érdekel téged is, mert hát pont az irodalom és a filozófia határmesdjén szoktál búvárkodni, hogy ugye ez is tulajdonképp eszék sorozata, és az első eszében Charles Dickens a témája, ahogy egyébként a magyar Ottlik Gézának is, hogyha itt szabad egy érdekes párhuzamot vonni. Hogy látod azt a fajta megközelítést, amit Dickens mondjuk így morál filozófiájáról van, nem esik-e abba a hibába, amit Murdoch egyébként hát súlyos hibának tekint, hogy kvázi morális téziseket kér számon, vagy olvas ki könyvekből? Hát, hogyha fogalmazhatjuk így, nem, hogy beleesik ebbe a hibába, hanem ez a célja tulajdonképpen a szerzőnek. Persze ezt mindjárt árnyalni is fogom, mert itt az eleve az a kérdés, hogy hogyan tekintünk a morál filozófiára, és ez az egyik fontos aspektusa a könyvnek, hogy van az a fajta morál filozófiai felfogás, amely Kant óta vált uralkodóvá, és amit az angol szász hagyomány továbbít. Gyakorlatilag, hogy a morál filozófia az valamiféle szabályvezérelt tevékenységnek a föltárása, és az szerint való életre buzdítása másoknak. És ehhez képest, tehát hogyha azt mondanánk, hogy ilyen típusú moralitást vár el az irodalomtól Nussbaum, akkor azt hiszem, hogy ez bármilyen féle kritikának jogos táptalajt adna. Így is lehet persze az ő közelítését kritikával illetni, lehet, hogy majd ki is térek kicsit erre. De Nussbaumnál elég eleve más közelítés van a morálfilozófia, az mondhatnék Kant előtti, egy arisztoteliánus közelítés van. Amit érdemes Nussbaumról mindenképp elmondani, egyrészt, hogy ő jó ismerője különböző antik szerzőknek, és Arisztotelésszel sokat foglalkozott, és másrészt egyfajta, mondjuk egy ilyen gyakorlatias arisztoteliánus tevékenységet folytat abban a tekintetben is, hogy mindig igyekszik kilépni a filozófiának az elefántcsontornyából. Tehát egyrészt, tehát nyilván egy akadémikus filozófus szerzőről van szó, de maga írja a könyvében, hogy gyakran tanított más tanszékeken, például a Chicagói Egyetemnek a jogi karán, ahol joghallgatókkal a jog és irodalom kurzusnak volt az egyik vezetője, ahol irodalmi műveket használtak föl a jogi kérdésekre való reflexió során. És a másik, amit még érdemes talán kiemelni, hogy az szintén ismert szerzővel, Amartya Sennel együtt most pontosan nem tudom felidézni, az ENSZ valamelyik szervezeténél az életminőséggel kapcsolatos kutatásokat végeztek, hogy hogyan lehet erre a nehezen megfogható fogalomra a filozófiai eszközökkel reflektálni, hogy mi is az életminőség, aminek vannak nagyon fontos gyakorlati leágazásai. Tehát eleve egy olyan szerzőről van szó, aki ugyan a katedrán találja meg elsősorban magát, de onnan igyekszik mindig
kilépni. Az a gyakorlati közelítés a morálfilozófia az mindenképpen megvan, hogy itt nem valamiféle szabályvezérelt vagy szabálykövető tevékenység van, hanem a mondjuk így egyfajta jellemformálás, vagy a jellemnek a formálódás az erények gyakorlása volna a morál filozófia. Ritkán mondatik így ki ez a könyvben, de alapvetően az irodalomhoz való viszonyulás ezért érdekes sokszor, mert maguk a regény olvasás is formálja magát a jellemet, most így nagyon egyszerűsítek, aztán mindjárt mélyebb forrásokat is végezhetünk, és egyáltalán, hogyha a regényeken keresztül próbálunk morális kérdéseket földolgozni, az soha nem annyira szabályokra fog kifutni, hanem mindig egyéni élethelyzetekre, és ez az, ami igazán fontos. Bizonyos nagyon absztrakt filozófiai vitákat tud közelebb hozni az olvasóhoz, és ilyen például az utilitarizmussal folytatott vita, amit nagyon fontos a Dickens könyv kapcsán, tehát az arisztoteliánus erényetika felől közelítő Nussbaum vitában áll annak a felfogásnak a képviselőivel, és kifejezetten a joggazdaságtani mozgalom, vagy law and economics mozgalom egyik vezetőjével, akivel Richard Posnerrel, aki visszatérő, hol ellenfele, hol néha érdekes szövetségese ebben a könyvben. Tehát vitában azzal a felfogással, amelyik azt mondja, hogy alapvetően közgazdasági fogalmakkal kellene leírni az emberi viselkedést, és azt mondani, hogy valaki, tehát hogy mondjuk az egyénekre, mint önérdekérvényesítő kalkulálást végző egyedekre tekintünk, és hogy az egyéneknek a viselkedését úgy írjuk le, hogy gyakorlatilag az ember azt teszi, ami neki legjobban megéri adott helyzetekben, vagy legalábbis haszon maximalizál, és egyéb ilyen szavakat tudunk használni. Nussbaum arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire központivá vált ez az emberi viselkedésről való gondolkodás. Sőt, már Dickens erre hívja és, fel és, a figyelmet. Igen, és hogy ez már Dickens is erre hívja fel a figyelmet, és tulajdonképpen, ha az angol száz filozófiában kedvel dolgok a gondolatkísérletek, és gyakorlatilag ezt így nem mondatik ki a könyvben, de úgy kezeli Dickens Nehéz idők, Hard Times című regényét, mint egy nagy gondolatkísérletet, mármint hogy Dickens gondolatkísérlete arra, hogy mi történik akkor, hogyha mi komolyan vesszük az utilitarizmust, és ezt vizsgáljuk meg egy regényben, tegyünk meg ennek a regénynek a főszereplőjévé egy utilitaristát, tehát gyakorlatilag egy ilyen nagyszabású gondolatkísérletként kezelhető Dickensnek a Hard Times című regénye. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag a valóságos szereplőkkel, valóságos helyzetekben derül ki Dickens szemén keresztül, hogy miért nem működik az utilitarizmus, hogyha következetesen akarjuk képviselni, mint egy ilyen életvezetési tanácsadó által megkapott elveknek a készletét. Talán a legfontosabb fölvetése a filozófia irodalmi határátlépésének az az emberi természettel kapcsolatos szkepszis vagy óvatosság. Amikor ő tanítja a jogászokat, akkor arra hívja föl a figyelmüket, hogy jogászként is próbálják meg az emberi természet ilyen típusú fogyatékosságait, illetőleg az emberi természetben meglévő ilyen típusú tökéletesíthetőséget is figyelembe venni. És talán akkor itt az utolsó esszére térjünk rá, mint ami kvázi konklúzióként is szolgálhat, hogy mi is az a költői igazságszolgáltatás. Van egy fogalom, ami nem egy egyszerűen használható fogalom, Adam Smith-től veszi át Nussbaum, és azt mondja, hogy a pártatlan szemlélőnek a nézőpontját kell megpróbálnia elérnie annak, aki egyrészt regényekhez viszonyul, másrészt bizonyos erkölcsi dilemmákkal találja szembe magát. És ugye ezt mondjuk, hogy pártatlan szemlélő, akkor azt gondoljuk, hogy itt valami nagyon távolságtartó, ilyen marsbéli nézőpontot kell fölvenni, hogy rátekintünk nagyon messziről az emberi, különböző emberi helyzetekre, és így döntünk. Itt van egy erős kapcsolódás a jogvilágához is, hiszen itt konkrét, és ez egy nagyon érdekes része a könyvnek, konkrét bírósági ítéleteket, véleményeket is megvizsgál Nussbaum, az amerikai legfelsőbb bíróságnak bizonyos például egyes tagjai által itt külön véleményeket egyes ügyekben. És itt amellett is érve, hogy a bírói pártatlanság nem ilyen, és általában a morálfilozófia által megkövetelt pártatlanság sem ilyen, hogy valami éteri magasságból tekintsünk rá a dolgokra, mert adott helyzetek elbírálásánál akkor tudunk igazán érdemi döntéseket hozni, mondjuk egy ügyben, ha bizonyos mértékig bele tudunk helyezkedni az egyes szereplőknek a helyzetébe. Nem teljesen azonosulni velük, de belehelyezkedni abban a nézőpontban, és így tudjuk megítélni, hogy mondjuk adott döntések miért fontosak számukra. Itt jön be a képbe az irodalom, ami egy megfelelő eszköz arra, hogy úgy helyezkedjünk bele mások helyzetébe, hogy át tudjuk élni az ő
különböző azokat a kihívásokat, amikkel ők küzdködnek, de mégsem olyan mértékig azonosulunk érzelmileg velük, mintha azok a helyzetek minket érnének. Jó olvasónak megvan az a pozíciója, hogy tehát hogyha nem érdekelni annyira a szereplők sorsa, hogy valamilyen mértékig azonosulna velük, akkor valószínűleg nem olvasnál ezt a könyvet. Ha viszont teljesen végletesen azonosul egy-egy szereplővel, akkor valahol pont a történetnek a velejét véti el. Akkor az utolsó kérdésem arra fog vonatkozni, hogy mely részlete az, amelyik meg tudja nyerni szerinted a magyar olvasót. Valószínűleg vagy a Dickens eszé lehet érdekes, amihez én mindenképpen ajánlanám magának a Dickens műnek is az olvasását, vagy pedig azok a záró gondolatok, ahol Richard Wright és Ian Foster egy regényét elemzi a szerző. Itt annyit hozzátennék még ehhez, anélkül, hogy bármennyire is, tehát nem akarok igazán aktualizálni, de azt tudjuk, hogy tehát hogy is mondjam, Amerikának egy meglehetősen antagonisztikus politikai kultúrája van, és ezért is indult talán azzal a felütéssel a könyv, hogy talán jobb lenne, hogyha a költők irodalmának jobban részt vennének a közéletben. Ez egy kicsit nem úgy kell elképzelni, mint ahogy ez nálunk sokszor megtörténik, azt hiszem, de inkább arra utalít Nussbaum, hogy ez a fajta érzékenység, tehát a másik nézőpontjába való belehelyezkedés képessége mégiscsak egy még olyan antagonisztikus, de demokratikus kultúrában nagyon fontos dolog ahhoz, hogy valamiféle közösségi kohézió megteremtődjön, és azt hiszem, hogy talán nekünk is egy fontos dolog lehet, hogy legalábbis akár így értelmiségi körökben ezt az attitűdöt átvenni, hogy igenis, akár irodalmi művek olvasása, akár más hasonló gyakorlatok révén időnként bele tudjunk helyezkedni velünk egyet nem értők nézőpontjába, és nem kell azonosulnunk velük, de legalább lássuk azt, hogy sokféle nézőpont lehetséges ugyanazokról a dolgokról. Azt hiszem, ez a feladat számunkra házi feladatként is szolgálhat, de másfelől meg mutatja azt a jelentőséget, amit az irodalom és általánosítva a művészet egy olajozottan működő társadalomban betöltött, és hát a magyar történelemben is betöltött, tehát azért ne legyünk teljesen szkeptikusak, hogy ennek a lehetősége ez megvan, hiszen hát egy ilyen könyvsorozat például ennek az ajtajait próbálja nyitogatni, hogyan lehetne a társas diskurzusainkba visszacsempészni azt a fajta érzékenységet, amit a művészetek feladata csiszolni.